Három éve teljesít papi szolgálatot Sárospatakon Bereckei Miklós plébános. Azóta fiatalos lelkesedése és lelkülete számos területen mozgatta már meg a katolikus híveket, korosztálytól függetlenül. Most Miklós atya egy olyan kinevezést kapott az Egri Főegyházmegye érsekétől, dr. Ternyák Csabától, amelynek története évszázados múltra tekint vissza. Ez a magyar egyházi jogrendnek egy specialitása. A török időben elenyészett kolostorok, apátságok, monostorok előjárói címeit abban az időben a király adományozta világi papok számára. Későbbiek folyamán 1934-ben 11. Pius pápa ezt a jogot a megyés püspökre ruházta át. A területén, egyházmegyéje területén annak idején működő szerzetes közösségek előjárói címét adományozza. Ezek úgymond mégsem valóságos címek, hiszen nem egy kolostor vagy közösség, szerzetes közösség élén történik itt a kinevezés, hanem úgy gondolom mindenek fölött egy lelki adományozás ez. Bár a kinevezésről szóló érseki levélben az is olvasható, hogy ez a paptársak elismerését is tükrözi, Miklós atya szerint ez nem csak neki szól, hanem a sárospataki közösségnek is, még akkor is, ha neki ebben, mint plébánosnak, vezető szerepe van. Amint annak idején egy szerzetes közösség élén az apátnak, vagy a préposnak, az előjárónak a feladata volt az, hogy valóban élen járjon a szerzetes közösség életén, az ő életüket Isten közelébe segítse, a szerzetes életbe elmélyítse. Ami hasonló küldetést jelent ez a címet viselő számára is. Úgy gondolom ez felém is egy ilyen jelzés érsekor részéről. Amikor ez az elismerés megérkezett, akkor bennem úgy mindig az érlelődött, vagy azt fogalmazódott meg, hogy ezt mindig egy közösség kapja a papjával együtt. És itt visszagondolok az előző állomás helyeimre, és jelenleg itt a Sárospataki Egyház hívő közösségére, hiszen együtt kell járnunk az úton. Természetesen a papnak, mint előjárónak van egy ilyen küldetése, hogy Krisztust jelen valóvá tenni, őt hirdetni, az evangéliumát továbbadni, és vezetni, támogatni a közösség tagjait Krisztus útján. Jövő héten ima hét lesz, amelyre szeretettel várják a híveket, tette hozzá a plébános, mert hogy ez is egy olyan alkalom, ami már a közösségi élet szervezését, gondozását jelenti.